Rózsaszín szalaggal és lufival indult el közel 50 résztvevő október 14-én a Széchenyi Parkból, akik egy séta keretében szerették volna felhívni a figyelmet a mellszűrés fontosságára. Ez a séta a mellszűrés fontosságára hívná fel a hölgyek figyelmét, mert jelen pillanatban a daganatos betegségekben, a női daganatos betegségben első helyen áll a melldaganat. Évente 7500 és 8000 nő betegszik meg, és 2500 nő hal meg évente. És ha időbe ki lenne szűrve ez a betegség, gyógyítható. Attól függetlenül, hogy rák. Csak ez valahogy még mindig olyan rémisztő ez a szó, hogy rák, és megijednek az emberek, és azt hiszik, hogy na most mindennek vége. Ezért kellene tulajdonképpen rendszeresen szűrésre járni. A séta keretében Nagyatád belvárosában vonultak végig a résztvevők, ezzel is felhívva a lakosság figyelmét arra, hogy az időben kiszűrt melldaganat gyógyítható. Én úgy értesültem, nem tudom, hát mivel az időjárás nem éppen kedvez nekünk, hogy a kistérség községeiből is jelentkeztek, hogy jönnek. Hát a Atádnak a központjába haladnánk végig, hát a polgármester hivatal plusz a sportcsarnok, és újra ide érkeznénk vissza. Most mielőtt elindulok, én pár szólt beszélnék erről, hogy mi ez az egész, miről szól, és miért csináljuk, és amután visszaérkeztünk, akkor van egy csomó prospektusunk az önvizsgálatról, a melldaganatról, azt szeretnénk kiosztani. A 45 év feletti hölgyeknek 2 évente van kötelező mammográfiai szűrés, melyre a behívottaknak csak a 30%-a megy el. Ezen is változtatni lehetne, tette hozzá Nagyatádi elnök. Ezzel a kis rózsaszín szalagos sétánkkal szeretnénk felhívni a hölgyeknek a figyelmét arra, hogy igenis el kell menni mellszűrésre, és hogy elsősorban az lenne nagyon fontos, ha minden nő megtanulná az emlő önvizsgálatát, amit havonta egyszer megcsinálna, és ha valami rendellenesen tapasztalna, akkor elmenne az orvoshoz, aki eldönteni, hogy kell ezzel foglalkozni, vagy nem. Ezért most az idei rózsaszín szalagos felvonulásunknak a jelszava az önvizsgálat és a mellszűrés. Ez a legfontosabb. Emellett azoknak is fontos eljárniuk rendszeres mellszűrésre, akiknek korábban volt a családban hasonló daganatos megbetegedés. Ilyenkor ajánlott már 20 éves kortól az önkéntes mammográfiai szűrés, hiszen ne felejtsük el, hogy az időben felismert és kezelt melldaganat gyógyítható.